Február 14-e világszerte a szerelmesekről szól. Ezen a napon csokoládéval, romantikus vacsorával, ékszerrel ajándékozzák meg egymást a párok, ami mellé sokszor nem maradhat el a virág sem. A bazsarózsa virág volt hosszabbított nyitvatartással várta a Bálint napi lovagokat. Mivel készültetek most itt Valenti nap alkalmából? Előre felkészülni a tartós díszekkel tudtunk, ezek az örök rózsák, szappanvirágok, sejemvirágok. A maga a nagy Valentin napi rohamra az élővirággal tényleg csak az előtte lévő egy-két napban tudunk készülni. Itt élővirágos boxokat, csokrokat, szálas virágokat díszítettünk be. A virág ajándékozás egy hosszú évszázadokra visszanyúló hagyomány, melyet sok kultúra és társadalom gyakorol. A bazsarózsa virágbolt minden évben különleges választékkal készül annak érdekébe, hogy mindenki megtalálja a megfelelő bálintnapi ajándékot. Nagy divatja van a bombonos készítményeknek, hogy egy kis édesség, mézcsomag van még a virág mellett, illetve azért a vörös rózsát nem lehet letaszítani a trónjáról, mint az örök klasszikus virágot, de mellette a tavaszi virágoknak is nagy szezonja van, már az emberek vágynak egy kis színre, egy kis illatra, úgyhogy nagyon sokan választják, akár cserepes formában is a tavaszi virágokat. Ha valaki valami igazán egyedivel szeretné meglepni szeretteit, a virágboltban többek között örök rózsák és foszforeszkáló kaktuszok közül is lehet válogatni. De Valentin napra nem csak a virágboltok készültek városunkban, hanem többek között a Jókai Morvárosi Könyvtár is. Február 14-e a Szerelmesek Világnapja, és mi könyvtárosok is mi nagyon szeretjük az olvasóinkat, ezért ezen a napon a hozzánk újonnan beérkező olvasókat ingyenes beiratkozással fogjuk megajándékozni. Természetesen nem feledkezünk meg a régi törzs olvasóinkról sem, nekik, akiknek ebben az időszakban fog lejárni a könyvtári tagságuk, nekik szintén térítésmentesen fogjuk hosszabbítani egy évre az olvasójegyet. Az ingyenes beiratkozás mellett vakrandival készültek a városi könyvtár dolgozói. Magukra formálva itt nem egy ismeretlen emberrel, hanem egy ismeretlen könyver volt lehetőségük megismerkedni az olvasni vágyóknak. Egy játékra is hívjuk a kedves olvasóinkat a mai napon. A könyvtár állományából különböző műfajú témájú könyveket válogattunk össze az elmúlt napokban, amelyeket egyforma barna csomagoló papírba öltöztettünk bele, ezért az olvasó nem látja se a könyv címét, szerzőjét, tartalmát, tehát tényleg csak egy szerencsén múlik, hogy melyik könyvet fogja választani. Természetesen ezeket a könyveket kikölcsönzik, tehát nem örökbe vihetik haza, és a könyvekre egy szívecskén egy idézetet helyeztünk el, vagy egy furfangos mondatot, ami utal a könyv tartalmára. Február 14-e már nem csak a szerelmesekről szól, hiszen 2012 óta ezen a napon ünnepeljük a könyvajándékozás nemzetközi világnapját is. A könyvtár dolgozói erre emlékezve ingyenesen elvihető könyveket helyeztek ki, amik közül a betérők kedvükre válogathattak.